hogy a habot mikor lehet látni végre? Hát ugye volt a mozikban szeptemberben, de aki nem kapta el az alatt a pár hét alatt, amíg ott ment, most volt Párizsban, meg Londonban online, és lesznek újabb fesztiválok, ahol online lesz még, illetve úgy tudom, hogy az HBO megvette, vagy most alakul éppen. De jó lenne, és, hogyha lehetne végre látni, mert azért ez ott lehet majd online, illetve abban is bízunk, hogyha még újra kinyitnak végre a mozik, akkor még visszakerül a haba mozikba is. Még azt nem kérdeztem tőled, mert az előbb beszélgettünk a stúdióban, hogy a kerekes viccáról hogy esett a választásod, hogy az egyértelmű volt első pillanattól kezdve, hogy ő lesz a főszerep. Én így kiraktam a színészeket egy táblára, még mielőtt elkezdődött a casting folyamat, és már akkor ott volt a vicca. Ott volt, és középen volt. Igen. Ez mert egész különleges személyiségű nő, és nem is tudom, hogy láttam-e olyan filmet, ahol neki ilyen erős szerepe volt. Ez szerintem a legnagyobb filmje, a legnagyobb szerepe, filmszerepe magyar filmben. Csehországban egy szupersztár, de itthon még kevesebben. Ő szlovák, de mind a három országban dolgozik. Úgyhogy egy csodálatos nő, elképesztően jó színésznő is, és gyönyörű, és egy igazi mesebeli karakter, és miután ez egy elemelt mese a szerelemről, ezért úgy éreztem, hogy ő a tökéletes. És látszott, hogy nagyon élvezi. Igen, nagyon-nagyon sokat dolgoztunk előtte is rajta, teljesen beleélte magát a karakterbe, rengeteget castingoltunk, mert férfi színész nehéz volt megtalálni. Mátrai Laci lett végül, akit egyébként egy másik szerepre már előtte bekasztingoltam a filmbe, ő lett volna Ménes, és aztán utána... Ő lett a Kovács. Tehát a Kovács Lehel, úgyhogy egy teljesen ellenkező karakter került arra a szerepre, és végül is a Laci. Nagyon jó. Egy igazi állampár szerintem. Abszolút, tényleg. Az új filmben is fognak játszani? Még nem tudom, egyelőre most írom, most fejeztem be tegnap a first draftot, az első verzióját a forgatókönyvnek, úgyhogy már vannak a fejemben karakterek, de még inkább csak így, tehát még nem konkrét színészre írom, úgyhogy nem kialakul. De lehet, mindenképpen szeretnék még velük dolgozni. Most az a címe, hogy véletlenül írtam egy könyvet. Hoppá! Jó, nagyon köszi!